Szekszárd a város vezetői és Horváth István Tolna megye egyes számú választókörzetének országgyűlési képviselője helyezte el a megemlékezés koszorúit a 48-as emlékműnél. Horváth István ünnepi gondolataiban arról beszélt, a történelemben mindig visszatérően a magyarság saját önálló döntéseiért küzdött, azért, hogy a sorsát a maga kezébe vegye. Magyar nemzet mindig megpróbált túlélni a történelemnek a viszontagságait. Fontos volt azt, hogy magyarok maradjunk, megőrizzük az identitásunkat, és megőrizzük a hagyományunkat. 1848. március 15-én a magyarok ugye az elnyomók ellen fellázadtak, mert meg akarták akkor is már mutatni a világnak, hogy a magyar emberek tudnak dönteni saját maguk is a sorsukról, és nem kell, hogy az külső erők határozzák meg. Átcseső szekszárdváros polgármestere azt emelte ki, a jelenkor az összefogásról és a felelősségvállalásának kérdéséről szól. Ugye a 2021-es évben két fő üzenet van, az egyik az, hogy a szabadságot nem csak megszerezni, hanem megtartani is kell, a másik pedig az, hogy azért a közösségért, amit összehoztunk, irányítunk, vezetünk, felelősséget tartozunk. Ebben a helyzetben azt gondolom, hogy a felelősség kérdése egy fajsősebb kérdés. Oda kell figyelni arra, hogy ebben a nehéz helyzetben is emberek maradjunk, és összefogva mindenki teljesítse azt, amit kilót rá a sors, ki tudunk mászni ebből a gödörből. A 48 üzenete ezért kicsit furcsa az idejében, de én azt gondolom, hogy ez a legfontosabb egyik üzenet, hogy fogjunk össze, a felelősséggel közelítsünk minden kérdéshez, különösen most, és akkor meg tudjuk oldani ránk váró kihívásokat.